kerülhetél te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Rég találkoztunk. Igen, igen. Nagyon-nagyon régen. És jól néztek ki. Ó, köszönjük, hát de még te hogy nézel? Elmaradt a múlt hét, mert hogy ház átadáson voltunk, hogy átadtuk a Táti házat, úgyhogy nem tudtál jönni. Ezért toltunk téged egy hetet. Hát nyilván megértem, hogy nem mindig az egészség a legfontosabb, de azért visszatérünk a témához. Igen, az, hogy beesett hirtelen, hogy kész lett, gyorsan át is kellett adni, mert utána egy-két ember ott már elutazott, úgyhogy ezért volt a kis programváltozás. Mi újság, jól vagy? Köszönöm kérdésedet. Igen, folynak az előadások, működnek az intézmények. Sok az érdeklődő, és sok a kérdés valóban. Sok a kérdés. Hát aztán már megszokhatod, hogy sok a kérdés. Igen, igen, ennek örülök. Addig jó, míg van kérdés. Igen. Hol voltál most legutóbb? Győrben voltam. Egy 100-120 ember jött el. Ugye szexi voltál, közös... mint mindig? Hát, zakóban voltam. Egy kis zakóban? Ja, az nagyon, zakóban az nagyon jó. És, jó, de amikor becsukták a szemüket, akkor biztos, hogy nem zakóban láttak maguk előtt. Hát ugye ezen az előadáson, amit Balázsral szerveztünk korábban, és ami folyik, ez a roadshow jellegű, ugye ott van két nagy poszter, ahol hát az én fotóm látható, aminek nem annyira örülök, mert akkor még egy olyan hajviseletem volt, ami... Amit azóta már te is megbántál. Egy írókész frizura? Igen, mert fodrászt váltottam, a fodrászom kiment Ausztráliába, és oda már nem tudtam utána menni, és beültem a fodrászatba, és elmondtam a hölgynek, mit szeretnék, és azt mondta, hogy majd ő megmutatja, hogy én mit szeretnék. Aha, hogy majd mi a divat, mi a menő, mi? Megmutatja neked a 2000-es éveket. Igen, és elkezdett olyan helyekről vágni, ahonnan én nem kértem. És kérdeztem, mit csinál, azt mondta, mindjárt meglátom. És a végén kerestem a hajamat a fejemen, és mondta, hogy ez most nem lett olyan jó. És ezt így meg is mondta? Igen, de azért nem lett olyan jó, mert elsőre mindig egy picit nehezebb. Mert csak beugrat a sógornője helye. meg kell ismerni azt a fejemet, mondta, hogy meg kell nőni ennek a hajnak, és legközelebb, ha jövök, akkor már egész jó lesz. Csak ugye a probléma az, hogy másnap volt a fotózás, és ez a fotó lett ugye az egész interneten, úgyhogy készről hely. Nem baj, hát ez van. És mi volt az első kérdés Győrben? Hol van Balázs? Én nem voltam hivatalod, nem voltam meghirdetve, nem, igen, megint én jövök ki rosszul a dologból, hogy Balázs, aki nem ment el az előadásra, nem volt, rólam nem volt szó, hogy leszek, meg az első kérdés az volt, hogy mi a véleményem a kókuszsírról például, hát ilyen kérdések hangoznak el, meg a margarinról, meg a vajról, vaj vagy margarin, vaj vagy kókuszsír, ugye ez az első kérdés. Vagy okozhat-e problémákat, ha nem a szájba jut? Igen. Egyébként bőre is kenhető kókuszsír, mint tudjuk, a jó minőségű. Jani, pont erre gondolt. Megnyikorognak az ajtók, nem, Jani? Természetesen. Nem? Érted. Zsanéro. Hát azokat is be kell zsírozni egy picit. Na, jöhetnek a kérdések? Igen, halljuk. Jó, most ugye azt beszéltük, hogy egy ilyen kérdés-válasz negyed órát tartunk gyorsan, aztán persze végén elmondod, hogy mit reggeliztél, tehát azért azt nem, amellett azért nem megyünk el természetesen. 8 éves lányom súlyos, legmagasabb szintű haltej, mogyoró allergiában szenved, bármilyen ötletet van a táplálkozását illetően? Hát gondolom kerülje ezeket nyilván, nem? Igen, illetve itt a bélrendszerben. Hát nyilván a legelső lépés az, hogy amikor tudjuk, hogy mire érzékeny, allergiás valaki, akkor azt nyilván elimináljuk, tehát kiiktatjuk. Viszont megnézzük, hogy milyen belső problémából adódhat. Vélhetően itt egy idézőjelbe teszem, lyukasbél szindróma lehet, ami azt jelenti, hogy a bélrendszer, vékony bél főleg, a vékony bél végső része áteszt bizonyos anyagokat, amik nem teljesen bontódtak még le. Magyarul egy bélflóra helyreállító kúra, egy olyan, ezt így fogalmazom, probiotikus kúra, egy kb. 2 hónapos probiotikus kúra és egy megszorító diéta ajánlott, ami inkább sárgarépát, krumplit, rizst tartalmaz. A glutén is szóba kerül, ugye, a szója is szóba kerül, paradicsomot, savanyú káposztát nem biztos, hogy ennék a hisztamin felszabadulás miatt, stb. Hát ez nem tűnik akkor még olyan egyszerűnek. Igen, azért így ebben. Kezdem a tanácsadást, aztán majd folytatom nyilván, de itt most nem akarom húzni az időt, mert sok a kérdés. Igen, Gábor, a kérdésem a következő lenne, mi a határ mellett lakunk, gyakran járunk át Ausztriába vásárolni, mert az árak nem magasabbak, viszont a minőség sokkal jobb. Rengeteg árul rá van írva nagybetűkkel, hogy géntechnológia mentes. Itthon ilyet még nem láttam. Nálunk ennyi génkezelt áru van, vagy csak nem kötelező feltüntetni? Illetve hogy lehet az, hogy ugyanaz a márka, kint teljesen más állagú, jobb ízű? Hát erről mi már sokat beszéltünk, sőt tesztet is csináltunk, aztán valami megbukott, valami
átment, igen, ezt mi is sokat próbáltuk kideríteni, hogy ez nem így van. Nem kötelező ráírni az élelmiszer csomagolására, címkéjére, hogy az nem génmódosított, csak azt, hogyha igen. Ez a furcsa. Na most, akinek van esze, azt gondolom, az a cég, az nem hagyja bizonytalanságban a fogyasztót, hanem ráírja, hogy az övé biztos, hogy nem. Főleg, hogyha netán szója készítményt is tartalmaz, vagy kukoricát, vagy olyan élelmiszert, ami esetleg génpiszkált lehet csúnya szóval. Magyarországon ugye, hát a törvény ugye úgy szól, hogyha 0,9% felett van egy olyan anyag az élelmiszerben, amiben genetikailag módosított összetevő van, akkor jelölni kell, meg kell csillagozni, oda kell írni, de nem. Nem jellemző Magyarországon, tehát azt gondolom, hogy nincs tele Magyarország génmanipulált, nem tudom, szójafehérjével, esetleg 0,6-0,8%-ban hozzáadják, és nem kell jelölni, ez egy kis manipulációs technika, de javaslom az osztrák megoldást, hogy hogy tüntesse föl mindenki. Rá, írják rá, és az, ez egyébként egy pozitív imást tükröz. Nem tudom a páromat meggyőzni, hogy az ezüst és az arany kolloid fogyasztás egyenesen baromság. Beszéljétek róla pár szót, Attila. Erről már beszéltünk, hallgassa vissza a régi adást, ugye? Kettővel vagy hárommal ezelőtt beszéltünk az ezüst kolloidról. Az a kérdés, hogy miért mondja ezt a kedves hallgató. Állandó használattal esetleg elmondható, hogy halmozódhat, de ez egy régtől fogva használatos technológia, és engedélyezett termékek vannak forgalomban, ez nem egy underground dolog. De ne várjuk azt az ezüst kolloidtól, hogy mindenre jó. A baktériumok egyes enzimjeit, gombák egyes enzimjeit blokkolja, kúraszerűen kifejezetten megelőző hatású lehet, tehát lehet velem is vitatkozni, nem mondanám azt, hogy baromság egyáltalán, hanem azt, hogy kúraszerűen okosan használjuk, de ott a grapefruit magcsepp, ott a szőlőmagolaj, ott vannak azok a speciális egyéb fertőtlenítők, ott a medvehagyma most ugye újabban, ami kifejezetten jó bélfertőtlenítő és immunerősítő. És hát a pálinka. És bocs. Valahogy mindig is szívjuk az ősi magyar italokhoz. Egy jó hírem van, ez az előbbi témához, a GMO-hoz most kaptam a szakhatóságtól az információt, már készítik neked a GMO-free jelölést. Nem, neked mindenkinek. Wow. Úgyhogy lesz rajta Magyarországon is, jó? Jó. Ez nagyszerű. Nagy divat, hogy kezd langyos citromos vízzel a napot, mert ez méregtelenít és segít a fogyásban. Van ennek valamilyen tudományos alapja? Igen, a citrom úgynevezett aromás gyümölcs, ami azt jelenti, hogy az enyhe, keserű ízű anyagok képesek az éjszakai egészen mélyzöld hólyag epét, ami ugye az epe hólyagunkban besűrűsödik éjszaka, azt kiválasztani és kiüríteni. A narancs és a grapefruit lé is ilyen reggel, ezért aki ilyennel kezd, az azt várhatja, hogy tisztul az epe, tisztul a máj, tehát nem a szalonnás kolbászos tojásrántotta fogja az epénket kitisztítani főszabályként, hanem a citromlé, narancslé, grapefruitlé reggel, ez a szakmai háttere. Mellesleg a gyümölcs savak enyhén megcsavarják a gyomrot, ami nem baj, ez nem okoz hasmenést, hanem megindítja az anyagcserét reggel. Tehát ez jó, mindenképpen. Abszolút. Gábortól szeretném kérdezni, mi a véleménye a biovajakról. Sokan azt mondják, hogy becsapás, csak pénzlehúzás, ne kenjük a gyerek kenyerére, nem ér semmit. Igaz ez, vagy nyugodt lélekkel használhatjuk? Barbie kérdezi. Látnom kérni a csomagolást, hogyha van rajta EU logó jelölés, tehát ez a bizony zöld színű, ami azt garantálja, hogy ezt látta mondjuk a Biocontrol Hungária Kft. Tehát, hogy ellenőrző hatóság látta, szakhatóság látta, akkor ez jó. Ez azt jelenti, hogy az az állat, amelytől a vaj, a tejzsír, a tejszín származott, az egészen más legelőn volt, egészen más takarmányt fogyasztott. Arra vigyázzunk, hogy a bio kifejezés sokszor használják, de nem mindig indokoltan. De mi akkor is ráírhatja, nem indokolt? Nem büntetik igen, meg? Hát igazándiból nincs meg teljesen a szabályozás, de hát a bármire ráírhatom, ilyen, hogy bio. Nem írhatom rá, de mondjuk egy fantázia névbe belerakják ezt a mozaik szót, tehát van egy csomó ilyen csibészség, ami miatt a fogyasztóba azt a látszatot keltik, hogy ez bio. Mindig keressük rajta a logót, az Európai Uniós logót, ez egy zöld színű csillagokkal körbesződ zászló, ezt minden biotermékkel egyébként láthatjuk is,
Ha nincs rajta, akkor ne higgyünk a szemünknek. Hmm. Mi a véleményed a ghee-ről, a tisztított vajról, akik szeretik a keleti kultúrát, vagy a keletiesebb étrendet, azok nagyon sűrűen használnak ilyesmit. Igen, mert a hő hatására a vajból ezek az illékony komponensek, esetleg azok a zavaró anyagok, amelyek ilyen illékonyak, azok eltávoznak, és egy viszonylag könnyebben emészthető, egészségesebb vaj lesz. Tehát ez egyébként javasolják, hogy aki vajat vesz, az egy picit így meg is tisztíthatja otthon. Hogy egy picit tehát a hagyományos bolti vajnál jobban ajánlott. Igen, azt gondolom, hogy jobb. Jobb, mert az illékony komponensek egy része az lehet egy olyan vegyi anyag, ami nem biztos, hogy előnyös. Hogy az állat zsírjába halmozódhatnak azért különböző hát, vegyszerek. Hm. Azt mondja, hogy súlyos reflux, mit lehet tenni? Orvosi kérdés, azért azt hozzáteszem, hogy ugye én nem vagyok orvos. Lugosított típusú diéta, tehát az a párolt zöldségek, a pufasztokat ugye itt nem ajánljuk, párolt zöldség, a gyümölcsfogyasztást óvatosan, illetve meg kell hámozni az almát, zabkása, köleskása hasznos ilyenkor, tehát egészen szétfőzzük, ezek bevonják a nyelőcsövet, lenmagot megdarált, vagy lenmag pehely formájában tesszük a zabkásába, és a puffasztott ételek, puffasztott rizs, köles, puffasztott köles, ezek ajánlása hasznos ebéd után. Arra vigyázunk, hogy a túl sok tehéntej ma már, meg általában a tehéntej nem igazán lett jó refluxra, bár régen mondták, hogy ha van gyomorsavad, akkor igyál tejet. Most már ugye tudjuk, hogy a tehéntej rátermelheti a gyomorsavat. Úgyhogy igazándiból a krumpli diéta, a rizs diéta, nagyon sok teljes őrlésű vagy olajos mag itt nem annyira ajánlott a fehérjék, illetve a rostok miatt, tehát egy kímélő diéta. És a krumpli lé. Megfőzünk krumplit bővízben, leszűrjük a krumpli leve egy napig körülbelül eláll. Ezt a krumpli levet lehet evés után egy 30-40 perccel kocsogatni. Ez nem hangzik túl jól. Hm. Nem hangzik túl jól, de hát akinek ilyen problémája van... Ez finom? Nem annyira. Üvegben még nem láttam. Nem sózzuk túl a krumplit, mert akkor az problémát okoz, meg lehet szokni. Aha. Meg lehet szokni. Ez még aha. A teszádból is, ha még te mondod, akkor az extra kemény lehet. A hóbi sivatagot is meg lehet szokni. Igen. Gábor, barna vagy világos sört igyak? Igen, ez nem hallgató kérdés, ezt én kérdezem hétvégére. Jönnek át a barátaim. Van egy barna sör alkoholmentes formában. Ha van, akkor a barna sört jobban ajánlom. De igazából mind a két féle sörben vannak vitaminok, abszolút vannak. Most már egyébként vannak ezek az ízesített sörök is. Nem mondom, hogy minden szempontból jók, mert itt-ott tele vannak cukorral. Meg hát ugye a szénsav hatás, a reflux kérdésben fölmerül. De ugye tény és való, hogy a sörgyártásban fölhalmozódnak vitaminok. Én az alkoholmentes söröket jobban ajánlom. Aztán guminő. Igen. Aztán. Műcigi. Igen. Azt olvasom egy amerikai oldalon, hogy a sok vitamin fogyasztás hosszú távon rákot okoz. Ha én minden nap megeszem egy multivitamint, ezzel növelhetem a rák esélyét? Kérdezi egy hallgató. Az érdekes cikk lehetett. Kettős a kérdés. A daganatos sejtek is képesek a vitaminokat fölvenni, sőt beszippantani, a cukrot, az inzulint is használják, úgyhogy nehogy valaki azt higgye, hogy ha mondjuk ráksejt a szervezetben létrejön, és ő elkezd vitaminokat fogyasztani, akkor ez csak az egészséges sejt fogja hasznosítani, a ráksejt is nőni fog tőle. Ugye ez egy komplexebb kérdés, tehát a vitaminok, az ételek, amiket eszünk, azok növelhetik a ráksejteket is, de nem gondolom, hogy a vitaminok adása az növelné a rákbetegség kockázatát, kivéve bizonyos vitaminok megadózisa, például, ugye, ha valaki mondjuk az A-vitaminból, a beta-karotinból mondjuk extra mennyiséget fogyasztana, akkor ott lehet, hogy egy prostata probléma létrejön. Nem vagyok híve a vitamin megadózisoknak, ha csak nem, úgynevezett lökésterápia jelleggel. Kúraszerűen próbálja ki valaki, hogyha lökésterápia szerűen vitamin túladagolást hajt végre, akkor ez egy kedélyjavító, ez egy egészséges dolog lesz, csak nem biztos, hogy hosszú távon ezt javasolnám, hanem egy ilyen télvégi, tavaszi vitamin kúrával, ez jó dolog, abszolút. Nyilván megnézzük a vitaminokban az adalékokat, a stabilizátorokat, egyebeket. Tehát ezek inkább védőhatásúak, és a természetesebb vitaminok, tehát mondjuk az acerola cseresznyéből származó C-vitamin, a sárgarépa lé, a cékla lé, a vegyes zöldség lé, a paradicsom lé, ezekben található likopin, színanyagok, ezek sokkal többet segítenek. Vagy ha valaki aszkorbinsavat fogyaszt, akkor facsar egy fél citromot vízbe, beletesz egy késhegynyi aszkorbinsavat, ez lehet egy fél vagy egy gram, és így jobban fog felszívódni a citromlével együtt. Igaz az, hogy a nyírfacukrot a test egy idő után ugyanúgy kezeli, mint a sima cukrot?
mivel édesítsek, szerintem ha ez nem. Nem. Most elindult a nyírfacukornak egy lejárató kampánya tulajdonképpen. Ennek az okát vagy ismerjük, vagy sejtjük, vagy nem. Meg hogy ugye az állatok is meghalnak tőle, meg egyebek. Ennek van igazság alapja, vagy alapja, de a nyírfacukrot a szervezet képes használni, emészteni, illetve van némi glikémiás indexe is, de azért arról nincs szó, hogy ugyanúgy hasznosul, mint a cukor, egészen más az energiatartalma, ugye fele cukorénak, egészen más a glikémiás indexe. Az eritritol, a stevia, tehát vannak azért olyan fejlesztések, amelyeknek nincsen hashajtó hatása, úgyhogy nem félek annyira nyírfacukortól, de lehet, hogy lesznek újabb és jobb fejlesztések is. Azt mondja, hogy a sörben kevés vitamin van, ezért kell nagyon sokat inni. Ó, ide valaki. Igen. Miért nem csodálkozom ezeken a hozzászólásokat? És az sem véletlen, értem, hogy a sörös lekesz például az 24-es, mert az pont jó adventi naptárnak. Bizony. Érted? És ha megfordul, erre még nem gondoltam. És ha megfordult, lehet rá saktáblát is rakni. Vagy 28-as. Csak nincsen felszáhozva, csak melyik legyen meg. Jobbra a második. Jó lesz. Igen, azt a magyaróvaj, jó nem jó, valaki nagyon sokat eszik belőle, árthat. Az amerikai típusú magyaróvaj. Hát ugye Amerikában a kerítés is magyaróvajból van. A földi magyaró egyrészt egy hüvelyes, másrészt nehezen emészthető, lehetnek benne tripszin, gátlók, egyebek, tehát még gátolják, zavarják az emésztésünket. A földi magyaróból készült magyarókrémekkel vigyázzunk óvatosan, mert emésztési zavarokat okozhatnak. Nem egy, nem két ember allergiás, vagy néma allergiás a magyaróra. Nem biztos, hogy kell. Tartanék szünetet ezek terén, illetve házi diókrém, szívesen hoznék majd nektek cashew dióból, vagy rendes dióból, török magyaróból krémet. Ne habozzál, ha hozni akarsz bármit is. Abszolút. Habozhatsz is, de nyugodtan. Persze. A ma is jó volt, amit hoztál. Magyarókrémet is annyit hozzal, amennyit akarsz. Igen. Aloe vera valóban helyreállítja a bélflórát? Sokan, sok cég így reklámozza, hogy bélflóra helyreállító. Hát sokat segít, igen, vannak benne prebiotikus anyagok, tehát vigyázzunk, hogy a bélflórát kétféleképpen lehet segíteni. Az egyik az élő flóra, probiotikus élő, teljesen a baktérium, bifidobaktérium, a másik pedig a prebiotikum, tehát olyan élelmiszer, ami táplálja a bent lévő kolóniákat. Na most az aloe verával én úgy tudom, hogy élő flórát nem viszünk be, viszont prebiotikumot, tehát olyan hatóanyagot, ami segíti a működést, azt igen. Az aloe készítményeket időnként én is használom, és igen hasznosnak tartom. Tehát erre is jó. Abszolút, igen. Aztán nézzük még, hogy milyen kérdések vannak. Lenmag. Ehető? Jó? Kérdezi, igen, valaki, kell-e szünetet tartani? Egészben befúródik a bélfalba, használjuk, nem muszáj állandóan, mert van ott van az utifű, makhéj, ott van az almarost, a zabrost és egyebek, tehát nem muszáj állandóan lennagot fogyasztani, ugye a fitoösztrogén kérdés itt azért fölmerül, illetve most már vannak olyan készítmények, amelyek csíráztatott lenmagból, vagy lenmagcsírából származó örlemények, ezek magasabb omega-3 tartalma. Mivel célszerű C-vitamint együtt szedni? K-vitamin, D-vitamin, kell-e figyelni a vitaminok együttszedésére? Richeli ő kérdezi, vagy csak egyszerűen elég néha C, néha D, néha K? Vagy valamivel jól szívódik, vagy jobban szívódik fel? A vitaminok között van, ami egymás segíti, szinergencia, van, ami egymás gátolja, antagonista. C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin. Lehet kapni egyébként forgalomban olyan vitaminokat, ahol együtt van. C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin és szelén például. A szelén kiegészítésre borzasztóan figyelnék, és a B6 és a magnéziumra is. Tehát nem mindig a C-vitamin körül forogjunk, hanem vegyük figyelembe, hogy számos más antioxidáns van. Ugye ott a mangán, ott az inzulin mechanizmus befolyásoló króm, és sokan leblokkolnak a C-vitamin kérdést, meg újabban a D-vitaminnál. A króm az jó? Hogyne? Igen? Hogyne? Gyalogathatom az 1-2-es Lada előkárítóját. Mindenképpen, csak előtte polírozd fel alaposan. Te hülye vagyok, tényleg. Ezt mindig elfelejted. Egyébként már elég sok kiegészítő van, ahol külön-külön szelén, krómot, cinket adhatsz, vagy vásárolhatsz. A lényeg, hogy azért ezeket is inkább komplex formában. Én most nem fogom tudni elmondani mit, mivel, mert elég komplex a biokémia, de vannak antagonisták, tehát ugye például a vas C-vitamin, ez egymás segíti, de van, ami gátolja ezeket. Hát jó, szerintem azért ez így elég sűrű, van még gyorsan egy-két kérdés. Azt mondja, hogy már elnézem, fehérje poró, ki lehet-e váltani vele egy étkezést, mikor érdemes fogyasztani? Sokan kérdezik. Igen, ezt. Ha valaki szálkásító programot végez,
akkor ki tudja váltani, eléggé laktatnak. Egy pici rostot tennék hozzá, ugye korábban beszéltünk akár a barna rizsfehérjéről, de van sárga borsó fehérje, kendermag fehérje forgalomban, tehát többféle fantasztikusak ezek, tehát nem mindig a teljes savú, nem mindig a tojás, vagy éppen a húsfehérje. A lényeg, hogy én javasolom, hogy egy-egy étkezést ki lehet váltani turmixokkal, vagy zöldséggel, vagy gyümölcsel turmixoljuk a fehérjeport, és ilyenkor egy laktató, mondhatnám, egy önálló étkezés áll elő. Arra figyeljünk, hogy aki nem sportol, ott a fehérje túladagolás lehet probléma, tehát az edzettség, a futás, kocogás, edzés, és azok után az ilyen típusú anyagok adása az hasznos, és sokkal jobb, mint ha valaki egy szendvicset, egy hamburgert, vagy valami ilyen egyebeket elfogyaszt. Tehát a szalonnás kolbászos ételek helyette sokkal szerencsésebb. Oké, egyelőre ennyit. Szerintem a legtöbb kérdést azt feltettük. Jó, rengeteg jött egyébként, nyilván lehet, hogy néhány kimarad. Folytatjuk, még csinálunk ilyet, amikor csak kérdésekre válaszolsz. Mi volt a reggelid? Puffasztott amaránttal, most egy picit lájtosabb. Te se vagy a régi, komolyan mondom. Kicsit kutakodnom kellett a fiókomban, már rég fogyasztottam, de még éppen határon belül volt, és volt otthon egy pici kis sejemfűméz. De már! Te rock and roll állok, te! És gesztenyen lisztel egy kis kókusztejjel, almával, banánnal. Hangulatosnak éreztem ezt most reggel. Hangulatosnak! De mit csináltál a gesztenyel lisztel? Tehát az hogy jött oda? Kevertél? Persze, hát ugye a puffasztott amaránt azért mondjuk kérdezhetni valaki, hogy akkor mikor jön maga reggel is. A puffasztott amaránt ugye az elég könnyen emészthető, de egy fantasztikus jó aminosav összetételű. A gesztenyel liszt pedig segítette, hogy ez egy laktatóbb dolog legyen. Igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.